A külföldi média egyre többször számol be az erősödő magyarországi antiszemitizmusról. Ez támasztja alá például, hogy éppen emiatt tartotta Budapesten háromnapos ülését a Zsidó Világkongresszus. Az egyik legnagyobb vihart pedig Gyöngyösi Márton parlamenti felszólalása kavarta. A Jobbik képviselője arról beszélt az országgyűlésben, hogy listázni kéne a zsidó származású képviselőket a parlamentben. Vince Kata Zsófi, az ELTE adjunktussal vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegnap rendezték az Andrássy Egyetemen azt a vitát, amelynek az volt a címe, kik alakítják Magyarország jövőjét, az antiszemitizmus kérdése az egyetemeken. És ezen volt néhány előadó, volt egy vita, és ön volt az, aki moderálta ezt az egész estét. Egy ilyen témában mi a moderátor feladata? Azt hiszem, hogy a tabuknak a feltörés, azoknak a tabuknak a feltörés, amelyeket az emberek nem mernek megfogalmazni, vagy a közhelyeken túlmutató kérdésekre válaszolni. Tehát annyira unjuk már az antiszemitizmusról szóló jobboldali, baloldali, jobbról-balról szóló vitákat, és a moderátornak azt hiszem, hogy az a feladata, hogy ezeken túlmenően valamit megfogalmazni. Azért kérdeztem ezt, mert végül is tulajdonképpen semmilyen sajtóhír vagy információ nem szivárgott ki a tegnap esti vitáról. Magam nem is tudom, hogy ott mi történhetett, de csak tippelek arra, hogyha kik alakítják Magyarország jövőjét, az antiszemitizmus kérdése az egyetemeken, talán, gondolom, szóba kerületett az az incidens, ami az ELTE bölcsészettudományi karán történt, amikor is György Péter és Heller Ágnes névtáblájára kitették azt a cetlit, hogy zsidók, az egyetem a miénk, nem a tiétek, üdvözlettel a magyar hallgatók, mert ez egy teljesen nyílt antiszemita megnyilvánulás volt az egyetemen, nevezetesen a bölcsészkaron. Gondolom, ez szóba került. Szóba került, igen, viszont nem erre akartuk kihegyezni a hangsúlyt. Nagyon vitatott, hogy kik csinálták ezt, milyen jellegű gesztus volt. Ez nem bizonyítható, nincs erről a rendőrségi eljárásnak még nincs eredménye. Tehát nem akartunk ebbe belemenni, hanem sokkal inkább abba a feszültségbe, ami ilyen helyzetet létrehozhat. Tehát megvizsgáltuk elsősorban az egyetemek felelősségét ebben a kérdésben. Mi az oka annak, milyen típusú történelemszemlélet, az egyetemi oktatóknak milyen felelőssége, milyen kurikulum, a konkrétan a tananyag, milyen típusú felelőssége van az egyetemnek abban, hogy ilyen helyzetek létrejönnek, ilyen botrányos helyzetek. És mire jutottak, hogy mi az egyetem felelőssége abban, hogy ilyen botrányos helyzet létrejött? Igen, hát ez egy rendkívül komplex kérdés. Vannak egymásnak ellentmondó, egymást építő, de nagyon különböző vélemények erről. Az egyik az, hogy amit György Péter említett például, hogy az egyetemnek ki kell lépni az elefántcsontoronyból, és közelebb kell menni ahhoz a korhoz, amiben létezünk. Magyarul ki kell lépni az apolitikusságából. Tehát azt hirdeti az elmúlt 20 évben az egyetem, hogy ne engedjük be a politikát a falaink közé, de a politika csak beszivárog mindenképpen. Az oktatók a szemléletükben még akkor is, hogyha nyíltan nem politizálnak az órákon a szemléletükkel, csak tükrözik a politikai véleményüket. De nem is, ezzel nincs akkora nagy probléma, mint inkább azzal, hogy hogyan kezeljük ezt a felelősséget, mennyire bátran dolgozunk ki módszereket arra, vagy egyáltalán nyelvet arról, hogy ezekről a kérdésekről tudjunk beszélni. Amikor ez az incidens volt, akkor György Péter adott egy telefoninterjút a híradóknak, és ott azt mondta, hogy, ha jól emlékszem, hogy meg kell vizsgálni, hogy megfelelő módon tanítjuk-e a 20. századi magyar történelmet Magyarországon. És gondolom, ebben azért az egyetemeknek is felelőssége van, mert amit nem tanultak meg az általánosban, vagy nem tanult meg a gimnáziumban, azt akkor az utolsó fokozatnak egy fiatal életében, az egyetemista életében, akkor azt az egyetemnek kell megtenni. Legalább az egyetemen kéne világosan elmagyarázni, hogy hova vezetett az antiszemitizmus Magyarországon, és miért nem lenne szabad, hogy megismétlődjön? Igen, azt hangsúlyoznom, hogy az ELTE, a BTK hangsúlyosan egyfajta mission statementben hangsúlyozza a sokféleség elfogadását. Tehát az egyetem
azonnal reagált az ilyen típusú incidensekre, határozottan elhatárolódott, azonnal konkrét lépéseket tett. Ez egyébként egyenes következménye volt tulajdonképpen időrendben annak a felismerésnek, hogy ott a hökben a jobbikosok kerültek túlsúlyba, meg hogy általában a felmérések szerint a Jobbiknak erős térhódítása van az egyetemi ifjúság körében. Igen, ez úgy tűnik, amikor konkrétan számszerűsítik az adatokat, hogy hány Jobbikos van például a hökben, akkor más, és nem akarom védeni egy percig sem a Jobbikot, félreértés ne essék. Csak azt gondolom, hogy az hírértékű, hogyha egy egyetemen a Jobbik erős, vagy egyáltalán a szélső jobb erős, ez szenzációs hírértékű. Tehát ezért egy kicsit eltúlzott is lehet a szemlélet erről, és ugye ez ment ki a nemzetközi sajtóba, szintén ennek lett rendkívül erős visszhangja. Az egyetemen viszont ez konkrétan a mindennapokban, az oktatásban, a diákok viselkedésében, ez nem így tűnik egyáltalán. Tehát ez azért azt hiszem, hogy ez fontos pontosítani. Négy ilyen vitaest lesz, a másodikon a zsidólét komplexitásáról, a harmadikon a mai antiszemitizmusról és a vallási közösségek álláspontjáról, és a negyedik vitaesten lesz szó arról, hogy vajon megismétlődik-e a történelem, a mai magyar politikai diskurzus érzékenysége. Mindig másokat fognak meghívni, és ha igen, akkor mondjon már néhány előadót, aki még részt fog venni ebben a vitasorozatban. Mivel ez a kérdés annyira komplex, pont ezért gondoltuk azt, hogy többféle oldalról kell megközelíteni, és nem feltétlenül csak a zsidósággal foglalkozó kutatóknak, vagy a zsidó egyházi vezetőknek kell ehhez hozzászólni, sőt, ez egy nagyon komplex társadalmi probléma. Tehát sokféle. Az egyházi vezetőknek, tehát a katolikus egyház vezetőinek mi a véleménye erről, vagy a konzervatív történészeknek mi a véleménye. Tehát, hogy nyissunk erről egy őszinte párbeszédet, egy őszinte és brutálisan nyílt párbeszédet. Ez a cél. Én és valahol dokumentálják ezt? Tehát el lehet olvasni, hogy mi zajlott le ezen a vitán? Azt hiszem, fölvétel készül róla, tehát igen. Ugyanakkor nem szoktak forradalmian új nézeteket hirtelen, nem szokott valamilyen nagyon-nagyon új gondolat kipattani senkinek a fejében ott helyben. Tehát körülbelül azért ismerjük. Na ezt az elég tudjuk, nagy bajnak tartom. A vita során igen, tehát hogyha kialakul egy termékeny vita, akkor a vita az kihozhat egy új fajta megoldást. De az, hogy most ki milyen pozícióból szólal meg, azért az kicsi ez az ország, kevesen vagyunk, azért tudjuk, hogy ki mit gondol. Annak viszont van értelme, hogy nyilván ezek a viták, egy termékeny viták létrehozzanak egy olyan újfajta nyelvet, egy újfajta gondolatokat, amely közelebb visz egyfajta, hát naív lenne azt mondani, hogy megoldáshoz, de legalábbis megértéshez. Köszönöm szépen.